Szóval, akkor ugye eddig azt néztük végig, hogy amiről kivéve a legutolsó órát volt szó, amit azt úgy hívjuk, hogy mikroevolúció. Tehát az a kérdés, hogy van egy fajunk, és azon belül van algyagyakoriság változás. Ugye ez volt a definíció, és akkor megnéztük, hogy ez lehet sodródással változhat, meg migrációval, meg mi van a mutációkkal, meg mi van, hogyha szelekció van. Ugye ezek a lehetőségek arra, hogy evolúció legyen, ezek a mechanizmusok. Na most múlt héten már ugye fajképződésről volt szó, ami azt jelenti, hogy mi van akkor, amikor egy populáción belül bizonyos részek elég különbözővé válnak, hogy már külön fajnak kell őket tekinteni. Itt most a faj definíciók mindenfajta problematikáját azt szintén megbeszéltük, és szintén egy, hogy mondjam, elképzelhető, hogy akkor most azon vitatkoztunk, hogy mikor válik szét egy faj, és mikor nem válik szét egy faj. Lásd, ligon, tiger, stb. Vagy tigon, bocsánat, tiger az rendes állat. Kérdéseket. Na most, hogyha a fajképződést sokáig nézzük, és újabb fajok lesznek, akkor idővel nagyobb rendszertani kategóriák is szétválnak. Hát itt az a nagyobb rendszertani kategóriák persze, mint a nagyobb rendszertani kategóriák, azok kicsit mesterségesek. Ha igazából meggondoljátok, minden egyes ilyen nagyobb rendszertani kategória elválás mögött egy fajképződés van. Tehát amikor azt mondtuk, hogy emlősök, akkor ott igazából egyszer csak volt egy faj elválás, ahol az egyik fajt emlősnek tekintjük, a másik fajt meg nem tekintjük emlősnek, ami mindig egy kicsit olyan határeset, jó? Tehát ez igazából azért működnek a nagyobb rendszertani kategóriák, mert hogy az alapi fajok közül sok kihalt, és akkor nem kell velük foglalkozni. És akkor szegény platipuszok, meg szegény eknidák, őket néha úgy elfelejtjük. Tudom, az általános iskolás gyerekem egyszer mutatta, hogy mit tanulnak biológiában, és akkor benne volt, hogy osztály az, ami ugyanúgy szaporodnak benne a élőlények. És mondtam magamban, akkor szegény emlősöket már nem tekintjük osztálynak, valami. Mi van szegény kacsas, vagy ilyen tojásrakó emlősökkel, de úgy látszik, ilyen apróságok nem zavarják már a általános iskolásokat, tojásrakó emlősök. Mindegy, minket, ha akarjuk, zavarnak, ha akar nem, az rendszertani kérdés. De ugye onnantól kezdve ezt hívjuk makroevolúciónak, tehát a faj fölötti kategóriáknak a történetét. De amit nem szeretnénk, az egy ilyen hosszú lista arról, hogy akkor milyen magasabb rendű taxonok vannak, és akkor azokról mit tudunk, vagy mit nem tudunk, mert ez nekünk igazából nem mond semmit. Olyan szempontból, hogy látunk-e valamit ebbe az egész elmúlt 3-4 milliárd éves történetbe, amire azt mondjuk, hogy jó, igen, itt van valami érdekes. Tudtok mondani nekem érdekes dolgokat az elmúlt 4 milliárd évből? Tehát, hogy azt kérdezem, hogy jó, hogy van valami ott, ami ugye a meghatározó. Nem az elmúlt 4-ből. 4 milliárdból, ez kicsit több van benne. Bármi jöhet. Tehát most az, ami érdekes, jó? Tehát most nem az, hogy engem érdekel, vagy valami, hanem ami... Amire azt gondoljátok, hogy így a földi élet története szempontjából fontos volt, meghatározó valami. Oké, a nagy kihalási események, fölírom. Szóval a nagy kihalási események, ez vagy? Bár ugye itt ugye, miért lehetnek érdekesek a nagy kihalási események? Igen, mert utána jött egy újfajta diverzifikáció, tehát ugye ha itt kihal egy nagy csomó faj, akkor utána az mindig lehetőséget teremt arra, hogy újabb fajok diverzifikálódjanak. Azért nem szeretjük, tehát hogy mondjam, most, hogy éppen pusztulnak ki a fajok, azt nem úgy tekintünk, hogy jaj, de jó, majd lesz valami diverzifikációs esemény a következő 4 millió évben. Tehát általában, amikor kihalnak fajok, az mindig rossz, oké? Okay? És amúgy nem kéne hozzá óriási kihalás, hogy újabb fajok keletkezzenek, elég, hogyha mikrob szinten jobbra-balra mászkálhatnak fajok.
van egy vulkán, akkor ott kihal minden, új dolog kerül oda, akkor ott kialakulhat egy faj, hogy kiemelkedik egy sziget, elsüllyed egy... Ha elsüllyed, akkor maximum tudom, Atlantis lesz belőle, és vízi állatkák lesznek benne. Jó? Oké? Nagy kiállásokon kívül? Csak az állatok fontosak. Jó, tehát szárazföld. Meghódítása. Jó, igen, ez mindenképpen egy fontos dolog volt. Már miért tekintjük fontosnak? Vagy? Igen, ilyen is van benne. Jó, tehát van egyszer ugye az, hogy addig vízbe volt, ugye ezt triviális, de azért mondjuk, hogy addig alapvetően vízhez, vagy hát tengerekhez, meg folyóvizekhez kötött volt, és tényleg egy más körülménynek tekintjük, hogy ez mennyire volt azonnali, hogy mennyire egy ennél sokkal graduálisabb dolog, azért kétéltűek és hasonlók. Ideig még nem költöztünk el teljesen a víztől. Ezért azért egy lassabb folyamat volt. Jó, de mindenképpen ez egy fontos dolog. Oxigénes fotoszintézis. Oxigénes fotoszintézis. Jó. Miért lesz ez fontos nekünk? Jó, tehát a fotoszintézis hatékonyabb hirtelen, hogy azt, hogy a széndioxid mennyire hirtelen, meg mennyire eltűnt, az oké, okay, de hát, és rengeteg oxigén jelent meg a légkörben. Ez egy lassabb folyamat volt, itt azért eltelt egy jó pár százmillió év, ha nem milliárd, amíg olyan szintre földúsult az oxigén, és alapvetően az oxigén megjelenését, tehát mondjuk azt tudjuk a kőzetekből, hogy mondtam, a vaskettő eltűnik a felső rétegből, mert mindig oxidálódik, vagy gondoltok bele, tehát azt kevésbé szoktuk végig gondolni, hogy az oxigén az alapvetően, az egy milyen molekula? Már nem az, hogy gömb alakú, vagy nem tudom, kettős kötés van, hanem hogy így ilyen szeretjük, nem szeretjük. Hát ki hogy, ugye? Nem tudnék leélni ezt, azért ha szögezzük le, de ez nem önmagában azért az oxigén az méreg. Jó, tehát ezt azért szögezzük le, az oxigén az egy méreg. Oxidálja a dolgainkat, és a szerves molekuláink nem szeretik az oxigént. Ilyen szempontból különben mi extremofilek vagyunk, mert egy nagyon szélsőséges körülmény között is meg tudunk élni, magas oxigén szint mellett. Oké, nekünk ez már kellhet, azért ez, tehát, hogy az nem... Nem egy lehetetlen dolog, hogy bizonyos élőlények kvázi hozzászoknak, sőt, olyan szinten hozzászoknak egy nem túl kellemes körülmények, hogy ha átraknánk egy ennél bizonyos szempontból kellemesebb, akkor nem is tudnának élni. Mi már nem tudnánk élni alacsony oxigénszint, mert megfulladnánk. Jó? De alacsonyabb oxigénszint mellett mondjuk reaktív oxigéngyökök nem lennének, kevesebb roncsolás lenne itt ott bizonyos szerves molekuláinknak. Jó, mert te kevésbé hatékonyan tudnánk előállítani ATP-t, ugye? Valamit valamiért alapon. Jó? Még valami? Jó, saját munkat valahol rakjuk. Tehát a teremtés koronája az ember. Nagybetűvel írom majd. Így. Oké? Okay. Hát, mert szeretjük magunkat. Bele vagyunk szerelmesedve a saját fajunkban, teljesen rendben van. Jó? Oké, az ember megjelenés az egyértelműen egy fontos dolog, nekünk legalábbis, mert végre itt vagyunk. Jó? Még valami? Szimmetria megjelenése. Mit értesz alatta? Hát,
amilyen élőlényben mondjuk van szimetria, tehát például sugaras szimetriájú, azok más sokkal komplexebb formát létre tudnak jönni, mint például egy egysejtűnél, vagy egy ilyen, mondjuk így, egy olyan többséges élőlényben, ahol nincs ez. Jó, de akkor alapvetően mi az, amiben lehet más szimetria? A egysejtűben is lehet különben, de... Mondj ilyen élőlényeket, ebben van szimetria. Jó, a családozóban van sugaras szimetria, igen. Minden milyennél följebb van. De csak állatokban van szimetria? Nem. Mondjuk még, amiben van szimetria. Születes növényekben is van szimetria. Nem mindig egyértelmű, hogy hol van a szimetria, sokszor sugaras vagy valami egyéb. Itt én azért több sejtűséget írnám föl, bár ugye a több sejtűség ez önmagában nem kell a szimetria. Tehát, hogy egy szivacsban nincs. De azért a több sejtűséget azt fölírjuk. Még valami? Ez kicsit följebb. Jó, hólyagszem, valamiért imádjuk. Jó, a látást is szeretjük. Igen. Eukarióták kialakulása. Igen. Jó, magzatburak fontos. Sosem árt, igen. Jó. Hőszabályzás? Jó, termoreguláció. Oké. A 100 fölött az némi köze van. Sok lesz, igen. Az miért van fontos nekünk? Egyre jobb. Az a baj, hogy most kezdünk belemenni ilyen egyre obszkúrusabb dolgokba. És ez a listának vannak elemei, amiket fontosak lesznek, és vannak elemei, amik miért fontosak? Majdnem ugye ez a lista van különben Nick Lane-nek a Hajrá élet című könyvében. Tehát, hogy ha azt a könyvet elolvassátok, akkor körülbelül ez a lista. A sorrend az vagy idősorrendben van rakva, de hogy ez a lista. Mi az, amit mond nekünk ez a lista, hogyha így ránézünk? Jó, van benne adaptációs ugrások, de mihez kellnek ezek az adaptációs ugrások? Ja. Oké, tehát ez sok minden dolog, ami ahhoz kell, hogy legyen végre egy ember belőle. Jó, tehát kell hozzá élet, meg eukarióták vagyunk, meg szárazföldiek vagyunk, meg levegőt légzünk, meg melegvérűek vagyunk, meg többsejtűek, magzatburkosok is, és még látunk is. Jó, és akkor még mehetnénk tovább, hogy a legfontosabb az, hogy a magzatburok az tényleg fontos. Jó, de vittem, hogy nem is tudom, emlősök legyünk, ezt már föl se írtam volna.
Van egy ilyen képünk, és ezt nem fogjuk tudni soha letagadni, hogy a fontos dolgok azok hozzánk vezetnek. Jó? Tehát ez van. Mi csináljuk a tudományt, tehát ezek után magunkat tartjuk fontosnak. De ugye itt pont ezért, mert magunkat tartjuk fontosnak, azt gondoljuk, hogy hát ne ez legyen az egyetlen fogódzó, mert akkor még magunkkal kapcsolatban rengeteg minden fontost kitalálnánk, a pénz, meg a, nem tudom, a római birodalom, és azt is felrakadnánk, ezek egyik se evolúciós kérdés nagyon. Pénz néha lehetne az. Tehát, hogy legyen valami egyéb, hogy hogyan jelöljük ki azokat a fontosabb eseményeket, és erre a Szatmári és Mena Smith 95 jött ki a könyv, adott egy listát, hogy szerintem mik a fontosak, csak hát nem mindegy, aztán melyiket tartom azóta is fontosnak, az egy megint más kérdés. És ezeket fogjuk hívni nagy evolúciós átmeneteknek, jó? Jó, nagy evolúciós átmenetek, azt mondja, hogy kisebb részek összeállnak új evolúciós egységgé. Ez lesz igazából a legfontosabb ismérv ezekkel kapcsolatban, hogy valami, a kisebb részek, azok persze evolúciós egység, méghozzá ugye független evolúciós. És azok vagy összeállnak, ez nem mindig lesz igaz, de induljunk ki ebből, összeállnak valami nagyobbá. Ők felsorolták még azt, hogy az információ tárolás vagy továbbadás módja változik. Ez egy csillag akar itt lenni, jó? Tehát ilyen bullet point. A munkamegosztás, visszafordíthatatlan, ez mindjárt. És van valami, a munkamegosztás mellett van persze központi irányítás is, azt inkább rögtön ide rakom, az sosem állt egy munkamegosztásnál. Jó. Na. Ezekből az ismérvekből nekünk a legelső lesz a legfontosabb, hogy valahogy változik az, amit úgy hívunk, hogy egyediség. Jó? Tehát az, hogy mit tekintünk egyednek, mit tudunk evolúciós értelemben egyednek, az változik. Azért mondom, hogy ez lesz a legfontosabb ismérvünk, mert az összes többi önmagában többször is vagy megjelenik, vagy igazából később fog fontossá válni. És kezdjük egy olyannal, hogy mi példákon keresztül szeretjük azért a világot. Mondjuk legyen egy ilyen példa a többsejtűség, jó? Most a többsejtűség, ott az van, hogy vannak sejtjeim, ezek legyenek sejtek, jó? Ezek, ha ezek egysejtű élőlény, akkor ezek önmagukban mindegyik egy evolúciós egység, szaporodik, van benne változság, tulajdonságit örökíti. És valamilyen folyamat után ebből lesz egy többsejtű élőlény. Jó, egy olyan többsejtű élőlény, ami mindig több, hát mindig többsejtű. Jó, az élet szakaszának van olyan része, amikor többsejtű.
nekünk is van az életszakaszunknak olyan szakasz, amikor egysejtőek vagyunk, zigótának hívjuk, de ez nálunk ugye az egy darab sejtő vonatkozik, de utána valami több sejtű, hát csak az, hogy nem mindig embert legyen, ez mondjuk egy fa. Jó? Az eléggé több sejtű. Itt van egy több sejtű élőlény. És ez a nagy átmenet, hogy hogyan lesz ebből a sok egysejtű, hogyan fog összeállni, és lesz belőle egy több sejtű élőlény. Most önmagában az, hogy ezek összeragadnak néha, vagy sokan vannak egy helyen, azt nem tekintjük még több sejtűnek, jó? Tehát van egy olyan élőlényem, ami mondjuk így néz ki. Ami egy fonalas, mondjuk baktérium. Ha ez a fonalas baktériumban minden sejt ugyanolyan, és minden sejt képes szaporodni, akkor ezt nem tekintem olyan szempontból több sejtűnek, hogy ez nem egy új evolúciós egyed. Továbbra is az egy-egy sejt az evolúciós egyed. Oké? Meg szaporodni fog. Az, hogy ő amúgy egy ilyen fonalat alkot, annak az valamiért jó neki. Oké? Arról beszélgetünk, az még jó neki, de ez igazából ettől ő még csak egy fonalas élőlény, és nem lesz több sejtű. Ha itt nem tudna már mindenki szaporodni, akkor az már több sejtű. A nagy átmenet tekintetében. Oké? Tehát, hogy itt, ami igazából megváltozik, az, hogy mi az egyed. Itt ez az egyed, nincs, van itt színes? Jó, sincs. Ezt nem tudom mi. Hát ez nem zöld. Itt pedig ez az egyed. Oké? És ami itt van, kis sejtek, nem ekkorák a sejtek egy fán, senki ne gondolja. Azok nem egyedek. Oké? Ők semmilyen tekintetben nem egyedek. Tudjuk őket azonosítani, látjuk őket mikroszkóp alatt, stb. De ők elvesztették már az egyediségüket. Például nem tudnak létrehozni egy új fát. És speciál növényeknél sokszor sikerül is, de ez egy megint más kérdés. Jó? Ők meg még simán létre fognak hozni egy új egyedet. Ezt inkább a sok-sok példa végén fog tisztább lenni. Most még ez a többsejtűségnél határeset. És ez a folyamat az, amit nem biztos, hogy értünk. Oké? Márhogy ez lesz a kérdés, hogy hogyan fogunk eljutni innen az egyes dolgoktól idáig, hogy több. Ami biztos, hogy van benne, az, amit úgy hívunk, hogy csoportszelekció. Vagy több szintű szelekció, mert ugye itt a szelekció alapvetően az egyes sejtekre hat, itt meg a több sejtű élőlényre, azaz a sok egy sejtre együtt. Oké? Itt már, hogy milyen szelekció az egyes sejteken, az bizonyos szempontból teljesen mindegy, az a lényeg, hogy a fa hogyan működik. Bennünk is az egyes sejtjeim kevésbé lényegesek, jó? Hám sejtjeim döglenek x napon, naponként, és az nekem jó is, oké? Okay? Sokkal rosszabb, hogyha immortálisak akarnak lenni és állandóan osztódni. Ezt ugye ráknak hívjuk, tehát ezt nem szeretjük. Jó, és az, hogy nekem milyen az én rátermettségem, az nem attól fog függeni, hogy hány sejtet tudok termelni, mert akkor 500 kiló kéde, hogy legyek, és nagyon sok sejtet tudok termelni akkor. De ez nem biztos, hogy jót tesz nekem több tekintetben. Oké? Okay? Az információ tárolás az nagyon sokat változik az evolúciósan, ez azért egy kevésbé jó dolog. Gondoljatok meg, az egész epigenetika megjelenik a többsejtűséggel. Ráadásul az információ az akármi lehet. Nagyon sok helyen megjelenik újabb és újabb információ. Ha azt mondjuk, hogy itt volt ugye a látás, vagy nem csak a hólyagszem, bármilyen látás, mikor megjelenik, ott az információ tárolás, továbbadás, stb. Megjelenik egy új módja, mert végre tudunk valamit kezdeni az elektromágneses hullámokkal is. Oké? Okay? Az is egy információ forrás, ha tudunk vele valamit kezdeni, valahogy tudjuk integrálni, akkor azt mondhatjuk, hogy változott valami az információval kapcsolatban.
A munkamegosztás az mindig egy későbbi lépés. Ott a fánál ott már tudjuk, hogy a sejtek között van munkamegosztás. De a legelső lépésben nem egy fa alakul ki. Jó, tehát nem az a legegyszerűbb többsejtű élőlény, hogy van egy egész tisztességes fánk a több tucatnyi különböző sejtípusával. Mennyire visszafordíthatatlan, ez általában visszafordíthatatlan, mondjuk speciál pont több sejtűségre tudunk visszafordulásokat. Tudtok visszafordulást több sejtű élőlénynél? Tudtok, találkoztatok vele, valahol rémségesen triviális. És akkor mondj egy példát. Miért pont szegény penész? Az legalább csinál ilyen viszonylag látható dolgokat, nem? Most nem elég ismerem a penészeket, ugye? De már gomba, valami, ami tipikusan egy sejtű gomba. Még én is lehet, hogy ismerem. Elméleti biológus. Valószínűleg mindenki ismeri. Igaz, éreztő. Tehát, hogy gombák között tényleg van, valószínűleg lehet, hogy a penészek között is. De az élesztő az egy nagyon jó válasz. Jó, tehát az élesztő az egy tipikus visszafordulás is, alapvetően egy sejtű. Amíg a gombák általában több sejtőek, jó? Tehát a gombákra azt mondja, hogy az ők általában több sejtőek. Azaz legtöbb esetben találunk igazából visszafordulást, arra majd néha azért ki is fogok térni. Na, erre majd egy kicsit még jöjjünk vissza. Jó, ez itt most főmegy. Szerbusz. Mondom, szerbusz. És most azt fogom csinálni, hogy ezt a táblát, ezt tekintsük úgy, mint egy ilyen idővonal. Itt kezdődik az, hogy van föd, meg szilárd, már megszilárdult, meg még víz is van rajta, jó? Na, még nincs rajta víz, az nem izgalmas. Jó? Van egy ilyen, és van rajta folyékony víz. Úgy is lehet szépen mondani, hogy stabil hidroszférával rendelkezik. Oké? Ez olyan, hát 4,4 milliárd év környékén vagyunk. Jó? És itt lesz a pont-pont-pont-pont életkeletkezése, amiről jövő héten beszélek, tehát ezt most teljesen kihagyjuk. És jussunk el valami olyanhoz, ami egy tisztességes baktérium. Jó, ilyen szőrös is, meg nem tudom, lehet, hogy morcosnak kéne, de ezt most hagyjuk, de valami, ami... Hát a tisztességes, amit ide kéne írnunk igazából, hol van egy... Az lenne, hogy az utolsó univerzális közös ős. Jó? Tehát az lenne a tisztességes, amit Lucának hívunk, ez a Last Universal Common Ancestor. Oké? Tehát utolsó univerzális közös ős, vagy Luca, az azt jelenti, hogy minden ma élőlénynek az utolsó közös őse. Ugye ez az életkeletkezés egy késői, mert az első élő az valahol itt van. Jó? Az mi az életkeletkezésén belül szoktuk tárgyalni. Ő nem az első élő sejt. Ő az első, ami a legutolsó, ami mindannyiunkban közös a mai élők közül. Nem egy maga volt, akármi ekkora diverzitás lehetett körülötte, stb. Ez egy fontos dolog, maradjunk ki ennél. Itt lesznek majd mindenfajta átmenetek, és az utolsó, utolsóra azt fogom írni, hogy még nem, de már sejtjük, mi lesz a következő. Nagy átmenet. Ti is sejthetitek. Mostanában a csapból is az folyik. Nem a víz, de úgy értem, hogy... Az még folyik a csapból. Mi lesz a következő nagy átmenet? Mi lesz a következő nagy
dolog itt a élővilágunkkal kapcsolatban, vagy nem élővilágunkkal kapcsolatban. Hát a mesterséges intelligencia. Ha az valódi mesterséges intelligencia lesz, és úgymond öntudatra ébred, meg szingularitás, meg ilyen szép dolgokat, tehát az a fajta mesterséges intelligencia, amit már evolúciós értelemben is egyedként tekinthetünk, jó? Tehát evolúciós egység. Szerintem még messze tartunk tőle, de ebben nem fogok jósolni. Oké? A mostani mesterséges intelligenciák azok nagy korrelációs modellek. Jó? Fogalmazunk inkább így róluk. Na, ez ugye még nem. Ez nagyon fontos, hogy még nem. De ez biztos, hogy ha egyszer megtörténik, azt a negyedevolúciós átmenetként fogjuk tekinteni, mert új evolúciós egység jön létre. Az egyel előtti az a megtörtént, az az emberi nyelv, és persze mondhatjuk, hogy a nyelv az önmagában nem egy evolúciós egység, de hogy az a kommunikációs valami, ami itt a fejünkben van, és amivel képesek vagyunk beszélni, és képesek vagyunk a szimbolikus öröklődésre, az lehetővé teszi a Dawkins-i értelembevő mémeknek, mint evolúciós egységeknek a szabadását. Tudom, hogy a mémek mostanában ilyen cicás rajzokat jelentenek meg, vagy nem cicás rajzokat, de kicsit korábban a mémek az a gének analógiájára valami olyasmi, hogy ilyen gondolati dolgok, amik terjednek. Oké? Ez egy nagyon általános és alapvetően rossz megfogalmazás, és azok a mémek, amik terjednek az interneten, meg amiket ti látok, azok is ilyen dolgok, amik terjednek. Oké? Tudnak szaporodni, néha változnak, néha ugyanazok maradnak, és jaj, sokfajta van belőle. Az elég, nem? Akkor már evolúciós egységként működik. Ehhez mind kell az, hogy mi tudjunk beszélni. Már itt nem a hangképzésről van szó, hanem a kommunikációs lehetőségről. Jó, ez egy nagy evolúciós átmenet mindenféleképpen. Tudtunkkal egyszer történt meg a Földön, ez pedig csak a fajunkban. Ilyen szempontból tényleg különlegesek vagyunk. Más faj nem képes erre a szintű hát ilyen kommunikációs csodára, mint a nyelvünk. Nem tudjuk, hogy miért alakult ki az emberi beszéd. Az benne a legfurább dolog. Fogalmunk sincs, elméletből van egy jó adag, de nem tudjuk igazából. Szelekcióból általában azt mondjuk, hogy ha valami kérdés, hogy ki alakul vagy nem alakul ki, és mondjuk azt tapasztaljuk, hogy általában nem alakul ki, akkor kétfajta probléma lehet. Vagy varianciából nincs elég, tehát hogy vagy kvázi mutáció limitált, vagy variancia limitált, vagy pedig szelekció limitált valami. Ez utóbbi azt jelenti, hogy nincs rá szelekció. És nagyon úgy gondoljuk, hogy a nyelv kialakulására szelekció nincs. Tehát, hogy még azok a változatok akár meg is lennének más élőlényben, amik majd arra vezethetnének, hogy kialakul a nyelv máshol is, de nagyon speciálisnak tűnt az a szelekció, ami a miénket, mi fajunkat elvezette oda, hogy beszélünk. És nem tudjuk, mi volt az. Oké? Okay? Mi volt az a szerencsés kombináció, hogy akkor bennünk megvolt minden, és még szelekció is volt arra, hogy beszéljünk. Valakinek van ötlete, szóljon. Írunk belőle jó kis 4-5 cikkeket. Már ha az ötlet jó. Persze, akkor viccesen megkezdtem, mi lesz a következő faj, ami megtanul beszélni. Azok csak kiírják, hogy kösz a halakat, nem? Tessék? Jó.
megvan az esélyának, igen, következő kísérlesen. Jó, tehát egyrészt az borzalmasan hosszú idő lenne, és mellettünk ez majdnem, hogy lehetetlen, hogy kialakuljon. Tehát ha a következőnek egy faj meg tudunk beszédni, akkor az nekünk valami közünk lesz. Tessék? Ez szinte biztos. Tehát, hogy hirtelen csak egyszer elkezdenek beszélni az elefántok, az vagy föl fog tűnni. Tehát, ha addig túlélnek. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy... És, de egy kicsit gondolom bele, hogy melyik az az állat, amivel fog tanulni, megtanítjuk beszélni, vagy addig változtatjuk, vagy... De nem változtam meg semmit, akkor nincs rá esély. Igen? Igen. Akármilyen vicces, kutya, sehol nem tart, jó? Tehát, hogy a kutya, tehát, hogy ha azt kezdtél, hogy melyik az, ami legközelebb áll ahhoz, akkor igazad van. Ha az a később, melyik a következő, akkor kutya. Oké, okay, mert tehát, ha lenne rá szelekció, és most azt mondják, figyelj, szeretnénk egy beszélő állatot, akkor az a kutya lenne. Szeretnénk, mondja, hogy milyen csodálatos édes gazdám. Szóban is nem csak farok csóvárással, meg állandóan bújni akar, meg stb. A macskáknak szeretjük, ha nem mondanák ki mindazt, amit gondolnak. Tartsák meg maguknak egy kicsit. Oké, okay, emberi nyelv, ez volt a legutolsó, és akkor a maradék időt kéne kitöltenünk. Nem is tudom, honnan folytassam. Időrendben. Időrendben, hát fura idő, nem mindig fogom tudni tartani az időrendet. Azt majd kiderül, hogy miért. A következő, mert hogy itt ugye ez alapvetően azt gondoljuk, hogy baktériumszerű. Úgyhogy valahol itt ki kell jönni az eukariótáknak. Oké? Okay? Az nagy evolúciós átmenet, és akkor rögtön lássuk be, hogy miért. Van valamilyen gazda, meg van egy alfa-proteobaktérium. Vagy pedig annak a rokonsági körébe tartozó valamilyen élő baktérium, ugye ez ami később ugye mitokondrium lesz. És ugye erre már igaz lesz az a fajta gondolat, ami ott fölül van, hogy van két előtte független élőlényként működő egy sejtű, amely az endoszimbionta elmélet alapján összebútorozza magát. És én nem tudom erről mit tanítanak nektek sejtanom, vagy mit nem, sejtbiológiából. Jó, oké. Ha valaki elmondja, mit, már az, hogy összebútoroztak is, van mitokondrium. Engem már az nem, van mitokondrium. De így mondanak valamit arról, hogy mikor, miért, minek? Tessék? És? Ja, vizsga, oké, nem kell megtanulni. Oké, én azért írtam egy kicsit ilyen dolog, mert nagyon jól tudjuk, hogy tehát azt kvázi könnyű megmondani, hogy alfa-proteobaktérium volt ez, mert hogy lekezdtek van állni a DNS-ét, és a legközelebb ahhoz áll. Jó, tehát hogy ez az ennyi. Az a baj, hogyha a gazdának leszek van álljuk a DNS-ét, az legközelebb minden más eukariótához áll. Oké, okay, és ez nem olyan túl sokat nem mond a világról, hogy az eukariótok hasonlítanak egymásra. Egyszer történt meg ez az átmenet. Honnan tudjuk, hogy csak egyszer történt meg? Honnan lehet ezt tudni? Kérdés felétek. Igen? Ez eukarióták különben monofiletikus csoporttal. Jó, de ez egy tautológia, tehát hogy... Hát nem, a genom többi részén is azt látjuk, hogy ezek dobban sem vannak egymással. Jó. Ez majd a plastisznál lesz egy ilyen fura kérdés. Mert hogy ettől még, hogy az eukarióták monofiletikusak, akkor mondhatod azt, hogy a gazda monofiletikus, de nagyon sokszor megjelenik benne egy újabb és újabb ilyen szimbionta később. Ugye ez elképzelhető lenne különben.
Miből sejthetjük azt, hogy a mitokondrium monofiletikus? Tudom, este van már. Bocsánat. Sötét van. Ilyenkor mindig arra kell gondolni, hogy a monofiletikusságot ezt úgy bizonyítjuk, hogy egyszerűen csak megnézzük, hogy mi a távolsága a mitokondriális DNS-nek minden másfajta baktériumhoz képest. És azt tapasztalom, hogy egymáshoz jobban hasonlít minden mitokondrium, amit csak találok, mint bármely baktériumhoz, amit ugye amúgy kint találok a világban. Tehát, hogy ez valami olyasmi, hogy itt vannak a mitokondriumok, ágazzanak szépen el, ezek mind mitokondrium, és akkor itt vannak a alfa-proteobaktériumok. És nem az van, hogy itt is találok egy valahol máshol is. Jó? Tehát, hogy alapvetően ez, hogy ezek egymáshoz közelebb vannak, mint bármi máshoz is. Ez igaz. Oké? Tehát egyszer történt meg. Ugye, azt megtanultátok szépen, hogy két membrán van, mind a két membrán bakteriális eredetű, és én mindig megvan benne a DNS. Ugye a visszafordíthatatlanság ellen ez egy kicsit azt mondta, hogy van olyan élőlény, aminek ugye már lényegében elveszett a mitokondriuma, ennek a legtöbbnek csak lényegében, tehát olyan szempont veszik el, hogy DNS-e már nincs, és a mitokondrium vagy hidrogenoszómává, vagy mitoszómává degradálódik. Jó? Tehát hidrogenoszóma vagy mitoszóma, ilyen mondjuk a girárdia. Az valami sejtembeli parazita. Tehát van egy-két élőlény, illetve pár évvel ezelőtt úgy tűnik, hogy találtunk egy olyat, és a nevét azt nem fogom tudni. Ahol úgy tűnik, hogy nézték mikroszkóp alatt, és nincs benne mitokondrium. Tehát, hogy ténylegesen teljesen eltűnt belőle, de ez egy ilyen egy-egy. Ha van ilyen faj, akkor lehet, hogy van egy ilyen faj, amiből már minden nyoma eltűnt a mitokondriumnak. De amúgy meg tisztességes eukarióta az egyéb dolgok felől. Ugye azt is megtartja, hogy a DNS az szépen, de egyre jobban csökken, egyre kevesebb gén van benne. Bennünk, emberekben, a mitokondriumban körülbelül mennyi gén van? Ilyen 30-as, 36 talán, vagy valami hasonló szám. A legnagyobb genommal, tehát gén szempontjából a jakobidák rendelkeznek, azon 100-ig megyünk el. Most gondoljátok el, ez a 100, ahhoz képest, hogy a nukleáris genomunkban van 20-valány ezer fehérje kóduló gén, és akkor a többi részről nem beszélünk, hogy ez mit csinál, mit nem csinál. Ahhoz képest a 30-valahány gén az semmi, jó? De még a jakobidák 100 génje is nagyjából a semmi, azaz a legtöbb igazából eltűnt már belőle. Na most ebben az egész sztoriban a legérdekesebb kérdés az a gazda, mert hogy ott nem nagyon tudjuk, hogy mi van, meg mi nincs. Nagyon máshogy nézünk ki, mint egy baktérium sejt. És azt gondolom, sejtemben már kiderült, meg még általános iskolában is. Sejtmag, belső membránrendszer, mi van még? A citoszkeleton az mindegyikben van, csak a milyen kicsit bonyolultabb. A riboszomán nagyobb, de hát jó, de ugyanúgy riboszom van benne, az azért ne legyen annyira. A sejtmag meg a belső sejt membránrendszer, oké, DNS-t máshogy kezeljük, tehát általában lineáris kromoszómáink vannak, fel van tekeredve, ez azért ritkább a baktériumok körébe, baktériumnak is van lineáris kromoszómája, jó? Tehát nem igaz, hogy csak eukariótákban van. Igazából belső membránja is van, olyan baktériumnak van belső membránja, csak ez nem jellemző, oké? Tehát, hogy van. Még olyan is van, aminek a DNS-ét membrán fedi. Tehát baktériumok mindent is tudnak, csak az egyre kisebb és kisebb csoportok, ezt majd MSC-re meghagyom nektek, meghagyjuk, hogy az igazán érdekes dolgokról majd akkor beszélünk. De a gazdákkal kapcsolatban, hogy felszokott merülni, az ugye az univerzális törzsfa, mint a gyökerében ugye a luca van, ha ezt riboszómára csináljuk meg, akkor riboszómára ez úgy fog kinézni, hogy az eukariótákhoz legközelebb ugye az archeák állnak. Ez volt ugye a felfedezésének is az alapja, hogy riboszomális RNS alapján közelebb állnak az eukarióták az archeákhoz,
mint a baktériumokhoz. Ez nem minden génre van így, de hát sok génre még feltehetjük, hogy esetleg a mitokondriumból ered különben is, és akkor mondjuk máshogy néz ki. Tehát van egy ilyen kép, és ezt találta a Vőz, hogy a 70-es évek legvégén, tehát 79-ben publikálva, és ma már ugye egyesek, ezt mondtam múlt órán, felvetik, hogy nem csak hogy egy ilyen oldalág az archea, hanem valahol az eukarióták az archeákon belül ágaznak el. Én abban nem mindig hiszek. Meg az is egy kérdés, hogy a baktérium monofiletikus-e vagy sem. Egyre inkább úgy tűnik, hogy nem. Tehát, hogy igazából a baktériumon belül ágazik el ez a csoport. De gondoljatok bele, azért ez itt nagyon nem mindegy, hogy itt ez hogyan néz ki és mit rakok be, mert hogy a gazdával kapcsolatban a legtöbb embert, ha megkérdezi, azt sem mondja, hogy ez egy archea volt. Amiben is persze nem hiszek, ezt hajlandó vagyok még gépbe is mondani, mert szerintem az nem lehet, tehát hogy szerintem ez itt nem egy archea. Jó? Tehát az archeák szerintem valahol itt alakulnak ki, hanem ez valami olyasmi, ami se nem eukarióta, se nem archea, valahol a kettő között. Kicsit mind a kettőre hasonlít, vagy egyikre se. És kialakul. Tehát itt ez a, ami itt van, ez a valami. Ugye ez kapja meg a mitokondriumot. De ezt nem tudjuk, hogy mi. Vagy hogyan nevezzük, vagy hogyan nem nevezzük. Az meg egy külön kérdés ezekben az elméletekben, hogy az mennyit tudott ezekből az eukarióta sajátságokból. Vannak olyan elméletek, ami viszonylag azt mondja, hogy sokat kell tudnia fagocitálnia, valószínűleg van már sejtmembránja, belső membránrendsz, és akkor bekebelezi a mitokondriumot, és van olyan, ami azt mondja, hogy ez majd csak a mitokondrium után jön, mert hogy energia kell hozzá, vagy mitokondrium után sok energia lesz, és akkor lehet belső membránt, meg komplex citoszkeleton, meg hasonlókat. Jó, ebbe pont ezért nem nagyon szeretnék belemenni. Itt azért a fő probléma az, hogy még nagyon keveset tudunk az archeákról, most az egyre többet, és igazából még a baktériumokról is viszonylag keveset tudunk. Jó, ezt azért megint ugyanoda, hogy biológusoknak van ezt még mit csinálnia. Archeákról még tudunk keveset? Meg amelyik nem. Igen, van egy ilyen válasz, hogy nagyon sok extrém körülmények között él. Tehát extrém körülmények között ezt szeretjük olyan helyekre menni, ott kihalásszuk őket, és akkor megtaláljuk. De van, ami nem extrém körülmények között, tehát nem sokkal kevésbé extrém körülmények között is bőven találunk archeákat. Van a cinikus válasz, és van a kevésbé cinikus válasz. A cinikus válasz az, hogy azért, mert egyik se betegít meg minket. Nincsenek közöttük patogének. Oké? Okay? Innentől kém érdekelnek. A baktériumokról azért tudunk annyit, mert nagyon van jó dolog, hogy megbetegít minket, és azt szeretnénk tudni, mi az, amitől betegek leszünk. Az archeák meg nem betegítenek meg minket, különben vannak archeák a bélflóránkban is. Tehát ez nem igaz az, hogy baktérium csak... Hát mondhatod, hogy ez extrém körülmény, jó? Oké? Okay? Talajban is vannak, víztesben, tehát szinte mindenhol találunk, és nagyon nehezen, és akkor ez a kevésbé cinikus válasz, nagyon nehezen kulturálhatóak, nagyon nehezen növeszthetőek. Tehát azt, amit már mikrobiológiából fogtok tanulni, hogy X baktériumot fogok, egy petri csészét van benne, cukor, kirakom a levegőre, ott hagyom egy kicsit, és baktériumok nőnek ki rajta, ez nagyon egyszerűen baktériumot tudunk növeszteni. Archeákat nagyon nehéz növeszteni, a legtöbbet szinte lehetetlen. Jó, ennek egy jó oka az különben, hogy az archeák egy része az nem, így önmagában, tehát hogy egy baktériumot azért tudunk egyszerűen, azt a baktériumot tudjuk egyszerűen növeszteni, amelyik egy valamilyen cukorforráson ugye el van, és a véges mennyiségű dolog kell neki, azt belakjuk az oldatba, vagy egy táptalajra, és akkor ki fog nőni rajta. Most egy olyan élőlény, aminek igazából az kell, hogy legyen körülötte egy közösség, egy archeákból és baktériumokból álló közösség, és az majd megtermel mindent, ami neki jobbra-balra kell, azt egy kicsit nehezebb. Ezért nem lehet petri csészén farkast növeszteni. Jó, meg nem elégnek azt, hogy egy kis cukor, így, és akkor majd lezárom, és lesz bőle sok kis farkas. Nem. Oké, tehát hogy ahhoz kell hozzá mindenfajta, hogy megegyem, meg ez, amit meg megeszik, aznak meg még több növény kell, stb. Tehát kell egy közösség köré. Csak a baktériumokra nem mindig így gondolkozunk, hogy hát azonnak is kell egy közösség köré.
jó, amit ugye egy bakteriális ökológiának, vagy bakteriális közösségeknek, vagy magukat közösségeknek függ hívni. Úgyhogy ott mi nagyon sokat kell tudnunk róluk. Föl kell fedeznünk az egész diverzitásokat, hogy lássuk azt, hogy egyrészt, hogy mi van itt, meg azt, hogy milyen érdekességeket. Tehát, hogy azt se régóta tudjuk, hogy vannak olyan baktériumok, aminek van belső membránrendszere. És akkor az izgalmas, hogy van belső membránrendszere. Van olyan baktérium, aminek van membránnal határolt sejtszerve. És a baktériumokra azt tanuljuk meg, hogy nincsenek sejtszerveik, de van olyan baktérium, aminek van. Jó, tehát mondjuk az a magnetoszómák. Jó? Rákerestek, van ilyen. Tehát, fura dolgok vannak, még mindegy, szóval lesz egy eukarióta. Következő, ha valószínűleg a fotoszintézis, mindegy, szóval legyenek, vannak már eukariótáim. Innentől rakjuk be a fotoszintézist. Ha már endoszimbia, akkor fotoszintézis, időben nem így fog jönni. De ez a fotoszintézist rakjuk be, már nem a fotoszintézist, hanem ugye a plasztiszt, mert a fotoszintézis az már régen van. Ilyen kébaktériumok, stb. Hanem ugye a plasztiszt. Most a plasztisszal kapcsolatban, ez egy Z betű akar lenni, ott ugye az az érdekes, hogy az, ott az van, hogy a gazdáról tudjuk, hogy az egy archeplasztida. Múlt héten mondtam ezt a fura kifejezést, az elsőleges plasztisszal rendelkező eukarióta, tehát valamilyen archeplasztida. És ugye valamilyen kék baktérium, ezt amúgy lehetne tudni, hogy melyik kék baktérium, de most kicsit latin nevekkel próbáljunk csinyán bánni. És akkor összebútoroznak, és akkor lesz egy új sejtszerv, ugyanazt lehet mondani, mint a baktériumról, mint a mitokondriumról, hogy kettős membránja van, teljesen másokra tartoznak, de ennek is kettős membránja van, mind a két membrán a bakteriális membrán, és amúgy tudnak fotoszintetizálni, jó? Ugye az archeplasztida, ide tartoznak a glaukofiták, a rodofiták, meg a viridiplanté, tehát a vörös algák, minden ami zöld, zöld algák is ugye majd valami x darab másik algacsoport, meg közben a szárazföldi növények is, tehát amit legtöbben növénynek tekintetek, és ezek a glaukofiták, ezek a itt azt hiszem kékes zöld vagy zöldes kék, ez mindig elfelejtem, miközben ugye a nevük alapján inkább ilyen szürkének tekinthetők. Az az érdekességük, hogy nekik a plasztiszuknak megvan még a sejtfala. Tehát van egy murein sejtfal, ahogy különben a kék algákban benne kell, hogy a kék algáknak van sejtfala a két membrán között. Ez a plasztiszok zömében kiveszett. Pár évvel ezelőtt volt cikk arról, hogy esetleg bizonyos mohákban, tehát messze vagyunk már az algáktól, hogy az egyes mohákban is még van egy nagyon vékony murein sejtfal, amit mikroszkópon egyesek látni vélnek. A génkészlet benne van szinte minden magasabb rendű növényben is, hogy elő tudná állítani ezt a sejtfalt, de hát búzával nem láttunk még ilyet. Na, ezt már ideje nézegetjük meg. Arabidopsisba, de lehet, hogy mohákban még egy valamennyi megvan belőle. Most ugye ez az elsődleges endoszimbiont, és ugye ez egyszer történik meg, de azért ne menjünk el amellett, hogy van ez a Paulinella. Azt hiszem két ellel írják. Paulinella, kromatofóra, Fóra, és ő is egy olyan élőlény, ami össze van bútorozva egy kék algával. Tehát itt van egy második endoszimbiózis. Tehát egy tisztességes plasztisz egy másik kék algával. Jó? Tehát ez a plusz egyszer. Ez ideje már ezt is tudjuk különben. A rizáriákhoz fog tartozni, és elég kevés fotoszintetikus rizária egyike. Ö,
Jó, tehát ilyen szempontból kétszer tapasztalunk elsődleges endoszimbiózist. De ugye ez megtörténhet egy másodlagos jelleggel is. Tehát az, amikor egy eukariótát bekebelez egy másik eukarióta. Zöldszemes ostoros. Múlt héten már ezt megbeszéltük. A zöldszemes ostoros azért bekebezett egy zöld algát. És ezért van neki plastisza. Azt tudjuk, hogy zöld, az évek zöld szemes ostorosnak. És az egy másodlagos plastisz. Jó, mindegy, szóval most mondjuk egy másodlagos plastisz. És speciál annak három membránja van, és a legkülső membrán az a lizoszomális membrán. És elveszett a eukarióta sejtmembránja. A bekebelezett eukarióta sejtmembránja. Ez egy ilyen fura dolog. Amúgy másodlagos plastiszoknál ugye lehet négy membrán is, ahol megvan még az eukarióta sejtnek is a membránja, és a lizoszomális membránnak a maradéka is, tehát elvileg négy is lehet membránból. Az különben bizonyos szempontból a jellemzőbb. Jó, tehát másodlagos plastiszt találunk a zöldszemes ostorosoknál, a kloraraknofitáknál, és a harmadik nagy, az egy kicsit bonyolultabb, mert ott vagy az van, hogy amit múlt héten mondtam, a raskládnak az alapi részén kerül bele, ugye ezek a rizáriák, alveoláták, stromenopilák, barnamoszat, jó? Mondjuk, ha barnamoszatot megjegyeztek, akkor nagyon keveset tudtok még róla, de majd jövő fél évben úgyis sokkal többet kell. És akkor itt vannak még ugye a mészmoszatok, vagy a haptofiták. És a garatos ostorosok, vagy a kriptofiták. Mert ezeknek mind másodlagos plasztisza van, és nagyon közel állnak egymáshoz, tehát vészesen közel állnak egymáshoz. Mindegyiknek vörös alga eredetű van, jó? Tehát, hogy míg a zöldszemes ostorosnak, meg a kloraknofitáknak zöld alga, ezek mind vörös alga eredetűek. És itt az van, hogy háromszor külön-külön bekebeleztek, akár a rason belül többször is, de ez valószínűtlen, és mostanában nagyon egy olyan smi is kialakul, hogy a kriptofiták közül valamelyik bekebelezte egyszer egy vörös algát, és hogy ezt kebelezte be a másik kettő. Csak akkor ott eltűnnek mindenfajta membránok. Ma van egy ilyen elmélet is, amitől persze ezek harmadlagos plastisznak számítanak. Már. Úgyhogy ha majd ilyen is lesz valami advanced növény plastisz kurzuson, akkor nem mondjátok, hogy nem szóltam. Sima harmadlagos plastisz dinofitáknál van. A sima alatt azt értjük, hogy ha valami ilyesmit bekebelez egy baktérium, egy dinofita, akkor ott harmadlagos plastisz van. Ez is létezik, ott lehet öt sejtmembrán is a plastisz körül. Az már tényleg a durvának a durvája. A dinofiták az mindenre jó válasz, mert van nekik másodlagos plastiszuk és harmadlagos plastiszuk is, és valami zöldből van, és valami pirosból. Tehát ők úgy mindent tudnak. Tehát, hogy amit lehet, úgy látszik, bekebeleznek, és plastisz lesz belőle. Szóval ott van egy-két egészen fura dolog. Na jó, ez itt a plastisz. És akkor itt ugye van még kettő a zölddel, és ez vagy egy, vagy három. Hogy hányszor alakult ki, ez még egy vita kérdése. Na, nem itt teljesen időrend. Valamikor ki kell alakulni a szexuális szaporodásnak. Na most itt rakjuk azt, hogy obligát. Jó, tehát a kötelezően szexuális csoportoknak a kialakulása. Ugye vegyük észre azt, hogy tehát odáig, hogy kisebb részek összeállnak egy új evolúciós egységgé, azt tökéletesen teljesíti.
Emberben mi az evolúciós egység? Lehet, hogy már egyszer volt erről szó, nem akkor. Itt a kérdés. Emberben mi az evolúciós egység? Homo sapiens, magunkról szeretünk, ugye? Megbeszéltünk. Elmélkedni. Velünk kapcsolatban mi az evolúciós egység? Hm? Az a jó válasz. Oké? Egy pár ember. Márhogy alaptörvény, stb. Vagy egy fiú meg egy lány. Tehát férfi meg egy nő, mert kiskorúakat hagyjuk, mert hogy nem ivarérettek. Tehát egy felnőtt, ivarérett férfi meg egy nő, az evolúciós egységként tud működni, minden más nem. Oké? Én nem vagyok evolúciós egység, mert hogy nem tudok osztozással szaporodni. Ez van, így jártam. Kézzel sok kis kunád így. Némelyikünk nem még kutatni is lenne ideje. De nem, tehát hogy nekünk kell a párba is. Innentől egyértelmű, hogy itt történt egy olyan váltás, hogy az addigi vagy többsejtű, vagy egysejtű egyedek kvázi lemondtak arról, hogy ők egymaguk szaporodni képesek. Oké? Ez különben azért egy nagyon bonyolult kérdéskör, mert ha biológusoknak azt mondod, hogy szex, és ha etológusnak azt mondjuk, akkor biztos erre fognak gondolni, vagy valami NASZ viselkedésre. Ha kicsit molekulárisabb, meg főleg genetikusoknak, meg evolúcióbiológusnak azt mondjuk, hogy szex, akkor mindenkinek valami kromoszomák kicserélődése fog eszébe jutni. Jó, ami olyan kicsit a lehangoló, de ez van. Igazából a genetika azon részének nagyon jót tett, hogy nem az a neve, hogy rekombináció evolúció, hanem az, hogy szex evolúciója, mert sokkal szexibb, és többen akarnak vele foglalkozni. Komolyan. Tehát, hogy érdekessé tette, viszont egy kicsit problémás, mert hogyha az a kérdés, hogy a rekombináció, ami van, vagy mi nincs, a rekombináció az, amióta eukarióták vagyunk, azóta van. Oké? Tehát a mejózis, amiben ugye kell való lenni rekombináció, vagy lehet benne rekombináció, az egy eukarióta találmány. És az nem obligált szexuális. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy élesztő, az az élet ciklusában néha képes szexuálisan szaporodni, ha éppen kell neki, és ez éppen kell neki, ezt negyedik órán utaltam rá, hogy akkor kellett, hogyha kettőszálú DNS hibából elkezd sok lenni neki, és a szexuális, az ilyen szempontból szexuális szaporodás segít ezeknek a hibáknak a javításában. Oké? Nálunk nem az a kérdés, hogy szeretnénk a kettőszálú DNS hibát javítani, vagy nem javítani. Nálunk a szexuális szaporodás az kötelező, pont. Tehát nélküle nem tudunk szaporodni. És például az emlősök az egy olyan csoport, ami ilyen szempontból obligáltan szexuális, amúgy különben a madarak is. Az az egyetlen érdekesség, hogy míg madarakban találnak nem szexuálisan létrejött egyedeket, emlősben ez lényegében lehetetlen. Jó, laborban megcsinálták, laborban mindent megcsinálnak, de hogy természetes körülmények között nem tudunk olyan emlőst, aki aszexuálisan szaporodna. Madárból egyedeket ismerünk, akik aszexuálisan jöttek létre. Ezt onnan lehet tudni, hogy ha W a kromoszómájuk, a szex kromoszómájuk, mert ugyanáluk ugye a ZZ az a hím, a ZW az a nőstény, és hogyha WW valamelyik élő lény, akkor csak anyukája van. És életképes. Jó, tehát ez lehet életképes, hogy talán pulykába, tyúkba, stb. Nagyon ritkán, tudom, legutóbb, utána másfél éve, két éve volt, amikor kondorkeségbe találtak egy ilyet, és akkor ez egy ilyen hír volt. De ez viszonylag, mondom, ritka. Hüllőknél, kétéltőeknél ott teljesen aszexuális fajok is vannak. Ettől még az alapiak azok alapvetően szexuálisak. Jó, tehát, hogy azért erre is, mint tudom, a rovarok szinte mindegyike, nem teljesen, mondjuk a afidok között vannak bőven aszexuálisak, de ott is azért alapvetően ők szexuálisak. Itt én érzem azt, hogy egyrészt a definíciók is borzalmasan nehezek,
és nagyon nem tudjuk, hogy hol alakulnak ki, és hol nem alakulnak ki. Jó? Vagy én nem tudom, és zavar engem. Mások sem, hogy senkit nem szokott érdekelni. A legtöbb kutatás arra megy rá, hogy aszexuális élőlényeket találjunk, és aszexuális élőlényeket általában a végfákon találunk. Tehát, hogy azt találjuk, hogy valami törzsfának így van egy-egy faj. Sok-sok szexuális faj, mert egy faj aszexuális. Valamit az aszexualitás idővel nem előnyös. Oké? Arról majd Evol Bioszon egy, vagy hát nagy átmenetek órán MSC-n külön lesz szó. Nagyon sokszor kialakul, azt gondoljuk, oké? Nem tudjuk, hogy hányszor, és nem tudjuk összeszámolni egyelőre. A definíciók is borzalmasan rosszak. Na, valamit viszont vegyünk észre, van egy alapvető különbség a mitokondrium plastis és e között. Abban a tekintetben, hogy mi áll össze, ilyen, mint kisebb egység. Ezek külön fajok. Oké? Tehát külön faj áll össze. Itt ugyanaz a faj áll össze, és alkot egy nagyobb evolúciós egységet. Néha azt gondoljuk, hogy a férfiak is nők ugyanaz a fajhoz tartoznak. Ezt mindenki eldönti. Ők nem, tehát az alfa-protobaktérium és akármi volt a gazda, az nem egy faj. És ezeket hívjuk fraternális. Ezeket hívjuk fraternális átmenetnek. És ezt a kettőt meg fogjuk. Látjátok, nekem sem mindig üt eszembe. Egalitáriánusnak. Jó? Ezenek a típusoknak a hosszú elmagyarására van fönt videó, úgyhogy azt majd oda fogom rakni. Tehát mindig, ha két faj, vagy tehát több faj jön össze és alkot egy új evolúciós egységet, azt egalitáriánus átmenetnek megyünk, mert úgymond egy ilyen egyenlősséget alakított ki ez a két faj. A fraternális, meg egy ilyen atyafiságba kerülnek azok, akik különböző egy faj volt, csak valami szorosabb dologban. És ha már ezen, akkor a többsejtűséggel folytassuk. Mert hogy a többsejtűség is egy fraternális átmenet, az, hogy hányszor alakult ki az sok. Én a könyvben írtam számokat, és azt sem vagyok benne biztos, hogy azokban hiszek azóta, vagy sem. Már úgy értem, hogy 20-22. Ja, leírom. Ez elvileg változhat. Most a többsejtűségnek a leggyakoribb formája az az, amikor egyszerűen csak együtt maradnak. Jó? Tehát ez ránk is ez jellemző, hogy a sejtosztódáskor nem válnak el a sejtek, hogy ezért van az, hogy zigótából tudunk csinálni egy embert, egy sejtből egész többsejtű embert tudunk csinálni. Növényeknél is így van, gombáknál is. Ezért a legjellemzőbb többsejtűek ugye az állatok, metazoa, a gomba, vagy fungi, illetve ugye a szárazföldi növények, embriofitának hívják őket, de maradjunk a szárazföldi növényeknél, jó? Tehát, hogy nekem... földi növény, ők mind többsejtűek. Jó? Tehát, hogyha azt jelenti, hogy állatok, növények, gombák többsejtűek, akkor én már boldog leszek a válasszal, maximum meg fogom kérdezni, mit értetek növény alatt. Ha azt mondom, hogy szárazföldi növények, akkor meg teljesen boldog leszek, mert akkor tudom, hogy értetek a különbséget. Azt az érdekeseket azért megjegyzem, hogy hogy gimnáziumban valamiért szeretnek lovagolni ezen az álszövetes, meg szövetes, meg nem tudom milyen fölépítésen, amit bevallom nem értett. Annak idén lehet, hogy értettem, mert gimbe azt hittem, hogy sokat obbioszból. Már régen volt. De azóta nem értem, hogy mitől álszövetes, vagy mitől szövetes valami. És igazából nem találtam meg az irodalomba, mert hogy az irodalomba teljesen mást hívnak szövetesnek, meg nem szövetesnek. Sokkal inkább az szokott lenni a definíció, és főleg én is ezt szeretem, hogy szövetnek tekintjük azt, ahol háromdimenziós osztódásra képes sejtek vannak, mindent más meg nem szövetes felépítésének tekintünk. Tudom, hogy kevésbé szórakoztató, viszont úgy minden állat háromdimenziós osztódásra képes sejtekből áll. Tehát, hogy most a háromdimenzió az, hogy nem csak egy lap,
Vagy, tehát ugye, ha valamiből egy fonal lesz, az egy egydimenziós osztódás. Ha ez néha még elágazik, akkor mindig egydimenziós. Ha valami egy lapot tud, az már kétdimenziós, de ezt mindig nem fogom tekinteni szövetnek, ami meg ki tud így is, meg így is alakítani valamit, azt meg szövetnek fogom tekinteni. A szárazföldűnek az állatok ilyen szempontból szövetek, mert a parenhimájuk van. A gombák azok ugye fonalasak, elágazó fonalakkal rendelkeznek, de ebből az elágazó fonalból ők még mindig tudnak egy háromdimenziós testet kialakítani. Azért a, hogy mondjam, hupikék, törpikék lakások azok tisztességes méretű dolgok. Tehát gombából azért lehet a teleptest, tehát ugye a, ami ugye kinő a földből, a termőtestjük az, az tisztességes háromdimenziós dolog, de ők alapvetően ugye a micéliumok egy ilyen fonalas dolog. Úgyhogy ők ugye ők ilyen háromdimenziós cucc. Ezt senki nem fogja állatnak tekinteni, de, de most így hívjuk, a gombú meg valami ilyesmi. És akkor majd a növénytanszék majd meg orromra koppint, hogy de hát szegény gombák, amit csináltam. Ezen kívül viszont ugye a többsejtűségnek, ugye ez a fajta többsejtűség, amit úgy makroszkópusnak tekintünk, ez van még a laminária vörös algáknál. Nem, a lamináriák azok barna algák, és a folidoficei vörös algáknál. Tehát van még a vörös alga algák között egy csoport, és van még a barna moszatok. Ezek mindegyik ilyen makroszkopikus, némelyiknek úgy tűnik, mint a levele is lenne, élőnyeket alkotna. Ugye a barna moszatok az a stamenopilákhoz tartozik, a vörös algáknak, ide az arheplasztidának az egyik fontos csoportja. De nem az, nem az egész, jó? Tehát, hogy csak egy része. De, és ezek azok, amik körülbelül ugyanígy alakulnak ki, jó? Tehát egyben maradnak, és nőnek, és ilyen háromdimenziósok. És van még egy forma, amit nyálkagombának hívunk, összefoglalóan igazából a gombák között nem nagyon találunk, tehát amőbák között találunk, meg úgy nagyjából mindenhol máshol. A legismertebb az a diktiosztélium. A diktiosztélium az egy tisztességes amőba különben, és ez egy olyan típusú többsejtűség, akik osztódáskor külön mennek, és akkor válnak többsejtűvé, amikor elkezdenek éhezni. Baktériumot zabálnak különben, és ha éheznek, akkor először kialakítanak egy mesztelen csiga formát, amivel még mozogni is tudnak, tehát egy ilyen blobot, és idővel fognak egy termőtestet, egy ilyet kialakítani. Próbálom úgy rajzolni, hogy senkinek legyen rossz elképzelés. Jó, tehát valami ilyesmi formát fognak, majd linkelek be videókat, nagyon szépen lehet látni rajtuk. És ugye itt van spóra szóró részeik, és akkor ezzel is spórát szorogatnak. Azért tekintjük ezt több sejtűnek, mert ez a rész is mind sejtes, így. És akik itt vannak, azok nem fognak bekerülni a következő generációba. Csak azok, akik itt vannak. Igazából az a fajta, azért nagy átmenet a többsejtűség, mert vannak olyan sejtjeink, amik lemondtak arról, hogy a következő generációba kerüljenek. Jó, állatoknál lényegében az összes sejtünk lemondott róla, kívül az egy, amiből majd a zigóta lesz. Ez még az alacsonyabb rendű állatoknál kicsit máshogy néz ki, mert némelyiket félbe tudom vágni és visszaregenerálódik. Növényeknél a klonális növekedés ez kicsit megbolygatja ezt a dolgot, tehát ott lehetnek fura dolgok. Gombáknál is a sporaképződésnél van itt, de hát a micéliumok azok akár meg tudnak nőni, és sok minden van. De itt is, de ezek mind ki lehetne mutatni ezt, hogy hol van az, amikor egy sejt, és akkor abból, tehát melyik az a sejtek, amiből lesznek, és melyik az, abból nem lehet következő generáció. És ezeknél is az a lényeg, hogy amíg sejtes a alap meg a nyél, addig ez nagy átmenet, ha nem, akkor nem. Mert ezek a sejtek mind lemondtak arról, hogy ők a következő generációba kerüljenek. Amúgy a többsejtűség szempontjából a legegyszerűbb példa, már nem úgy, hogy nektek egyszerű, hanem mint struktúrálisan egyszerű, az úgynevezett Wolvox,
A Volvox az... Ne, hát nem tudom, mennyire tudok Volvoxot, sem mennyire tudok Volvoxot rajzolni. Bocsánat. Ezek sejtek, amik egy ilyen gömböt alkotnak. A gömbön belül... Már így is gömböt alkotnak, csak azt gömböt nem tudok rajzolni már. Oké? És itt belül vannak újabb, van egy újabb több sejt, de általában a tisztességes Volvoxok egy kell, csak amikor szaporodnak, akkor lesz több. És ez zöld, zöld és vegetett szaporodik. Ez meg nem zöld, és nem szaporodik. Nem ez belőle a következő generáció. És, ja, bocsánat, Volvoxok azok tisztességes zöld algák. Jó, tehát zöld algák közé tartozik. Van egy ilyen gömb. Ezek a gömbi sejtek lényében nem, a plasztiszok fotoszintetizálni nem tud, ezért nem ződek. A belső sejt az fotoszintetizál, és képes szaporodni. Ezek viszont mind megtartják a kettős ostorukat, és különben ez hajtja a Volvoxot jobbra-balra. Általában a víz szint magasságot, az változtatja, hogy hol van éppen a vízszintben. Kétfajta sejtje van, az egyik az megy a következő generációba, a másik meg nem. Tehát ez a legegyszerűbb, hogy egy több sejtűt meg lehet valósítani, mert van olyan sejt típusa, ami ilyen szempontból terminálisan differenciálódott, és nem lehet belőle újabb Volvox, és van a másik sejt típus, amiből lehet újabb Volvoxokat csinálni. Oké? Ez a... Szóval maradt még kettő a nagy átmenetekből, nyugi, ezért egy óráig bármiről tudok beszélni, fél óra. Kettő, ami biztos, hogy kimaradt, az egyik az EU-szocialitás, a másik az adaptív immunrendszer. Az EU-szocialitásról fogok először beszélni, még akkor is, hogyha... De időben ez valószínűleg inkább így volt. Az EU-szocialitás alatt azt értjük, tehát egyszerűbb, rögtön a legtriviálisabb példákat elmondani, méhek, mézelőméhek, a termeszek és a hangyák. Jó, tehát az úgynevezett állati társadalma, tehát méhek, hangyák és termeszek. És ugye itt az EU-szocialitás, tehát valódi társadalom, azért, mert van steril kaszt. Ugye megint csak az van, hogy ez is egy úgynevezett fraternális átmenet, mert hogy ugyanolyan fajból állnak össze egy nagyobb egységé, itt ugye a kisebb egységek azok egyedi rovarok, és ami összeálltak, az a nagyobb, amit hívhatunk bojnak, kaptárnak, akárminek, és azért egy új evolúciós egység, hisz mondjuk a dolgozók nem képesek szaporodni, lemondanak arról, hogy ők szaporodjanak, csak a királynő szaporodik, mert a királynő, vagy a királynő egymaga meg nem működik. De működik, de úgy tudom, hogy általában nem. Amikor megalapítja, akkor nem mindig vannak vele dolgozók, ez fajtól függő, de hogy mi is egy sejt, tehát mi is zigótával kezdünk, és mi nem tartjuk magunkat egy sejtűnek. Jó, tehát itt alapvetően ez a fő ugye individuál, tehát változás az egyediségben, hogy alapvetően az evolúciós egység itt a boly. Oké? Nem a királynő, önmaga, mert a dolgozók ugyanúgy beletartoznak, de egy dolgozó nem evolúciós egység, hisz teljesen steril, nem képes szaporodni. Na most ez a három a klasszikus példa, van még a hártyás szárnyakon, ugye ők hártyás szárnyúak, ők csótányokhoz tartoznak, a termeszek, kicsit más. Olyan szempontból is másak, hogy ugye náluk ugye királynő van, és a dolgozók mind nőstények, és dolgozónak hívjuk. A termeszeknél alapvetően király és királynő van, tehát itt egy pár fogja alkotni a szaporodó egységet. Itt is alkothatja olyan szempontból egy pár, hogy vannak olyanok, akik csak egyszer szaporodnak, de itt a hím az sosincs jelen. Oké, az a szárnyas hangja, ott megcsinálja, ami kell neki, és eltűnik. A termeszeknél a király és a királynő is jelen van. Mind a két neműek a katonák, itt alapvetően katonák vannak, és bizonyos fejlettebbeknél kialakul a dolgozók azt is, akiket úgy hívunk, hogy dolgozók.
Van még egy-kettő a hártyás szárnyakon belül, ahol még megjelenik a steril kaszt, és van egy-kettő olyan, ahol ez egy ilyen kérdés, hogy mennyire tekintjük steril kasztnak. Tehát vannak olyan, amiket primitíven euszociálisnak hívunk, ahol nem szaporodnak bizonyos egyedek. Igazából, hogyha szétszincálnám őket, akkor azt tapasztalnám, hogy visszafejlett a reproduktív szerveik. De tudjuk, hogy ha a királynőt mondjuk kivesszük a kolóniából, akkor lesz egy egyed, aki átveszi a helyét, és kifejleszti a petefészkét, és a teljes ivarrendszerét úgymond, és teljesen működőképes királynővé tud válni. Ugyanezt egy méhnél, egy hangyára nem lehet megcsinálni. Kész a királynő, akkor kész, vége, tehát nem fog tudni. Tudnak új királynőt ugye létrehozni, de azt az elejétől kell létrehozni. Nem az lesz, hogy egy kvázi felnőtt egyed változik. Ilyen szempontból ez egy definíciós kérdés, hogy akkor most csak azokat tekintjük nagy átmenet szempontjából euszociálisnál, hogy tényleg sterilisek a dolgozók, akkor olyan körülbelül 9 helyen jelenik meg, ha ezeket az ilyen igazából nem szaporodnak, de tudjuk, hogyha nagyon kéne, akkor tudnának, akkor ez még fölmegy 10-valamennyien, 17 körülire az esetek száma. Nekünk például még különösen érdekesek lehetnek, hogy az emlősök között is van kétfajta turkáló faj. Az egyik az a csupasz turkáló, a másik a damara turkáló. Csupasz turkáló van a állatkertbe. Mindegy varázshegy, vagy hogy hívják azt a sziklát? Ami belül van valami, és ott valahol valami eldugott helyen, úgy lehet látni, hogy ott mozognak ilyen csövekben. Ilyen kicsi, ronda élőlények. Nem? Jó, cukik, de értem, hogy olyan picik és rondák. Megkorkák. Azok a csupaszturkálók, a damaraturkálók különben szőrösek. Tehát, míg a csupaszturkálók nevükhöz mérten csupaszak, a damaraturkálók azok amúgy szőrösek. És náluk is az, hogy van egy királynő, alapvetően csak ő szaporodik, a többi nőstény nem szaporodik, hanem dolgozóként működik a fészekben. De ők nem lesznek teljesen sterilek. Tehát elvileg tudnának szaporodni. Vannak még, tudom, a bogarak között, a szúk között van egy rákféle, amire azt gondoljuk, hogy euszociális. A afidok között, tehát levéltetvek között van még ilyen. Jó, tehát rovarok között még jobbra-balra van egy-két faj, ahol megvan ez. Ezt a hármat érdemes tudni. Néha az emberrel kapcsolatban is felmerül ez, én ezt kevésbé kedvelem, mert hogy nagyon nem így működünk, jó? Tehát, hogy nincs, tehát hogy nem volt soha a történelem során ez egy ilyen, hogy jelöljünk ki egy nőt, és csak ő szaporodhat, és bezzeg senki más. Tehát, hogy ennek ilyen elvileg megvalósítható lenne, a fiziológia engedné, hogy viszonylag egy nő is nagyon sokat szüljön. Mária Teréziának 16 gyereke volt, tehát lehet, ha valaki jobban tudja, akkor szól, de hogy ő királynő volt egyéb oknál fogva, csak hogy ez egy törvényi kérdés volt. És amúgy úgy, hogyha valaki királynő és főnemes, úgy viszonylag sokat lehet szülni, és sok élve is fog maradni. De hogy mondom, ez nem igazán volt jellemző az emberre, hogy így van. Olyan szempontból nálunk, hogy a sterilitás persze meg lehet, ez nagymamák steril, tehát egy idővel, korban, de itt nem az van, hogy itt bármelyik fajnál az lenne, hogy mindegyik kis hangya, nem is tudom, teljesen normális nőstényként kezdi, aztán én még lemond róla, hanem azok dolgozóként kezdenek. Pont. Jó? És akkor tehát mi nem vagyunk euszociálisak, és szerintem nem is tartunk arra fele. Néha kitalálunk ilyeneket, de nem. Tehát ebben a szempontból nem tartunk arra fel, hogy euszociálisak legyünk. Van nálunk a csoportnak egy ilyen magasabb rendű szelekciós tényező, de nem tartunk ott, mint hogy euszociálisak lennénk. Az adaptív immunrendszer, az pedig ugye csak a gerincesekre jellemző. Tehát gerincesek.
Én a könyvben azt írtam, hogy kétszer jelenik meg, de az nem igaz, egyszer jelenik meg. Rosszul olvastam a megfelelő cikket. Egyszer jelenik meg. Érdekes módon az állkapos nélkülieknél és az állkapcsosoknak más molekulárisan, ahogy az adaptív, tehát a adaptív immunrendszerük működik, egy kicsit más, amit mindenki az immunoglobulinnak hívnánk, de ezek evolúciósan ugyanarról a tőről fakadnak. Jó, itt viszont azért ez egy új és érdekes típus, mert ugye itt a megfelelő immunsejt vonal az evolúciós egység. Oké? Okay? Tehát ami adaptív immunrendszerben meg fogjátok tanulni a klonális szelekciót, stb. Ott az az evolúciós egység, és ugye erre nem tudjuk ráhúzni azt, hogy valami több dolog összejön. Ezért mondtam. Igazából ezt nem olyan régen, amikor a 10-es években Müller Viktor mondta, hogy ez egy nagy átmenet. Az emberi nyelv az mindig is itt volt, mint nagy átmenet, csak kevésbé volt végiggondolva, hogy mi az, aminek össze kell jönni, vagy nem kell összejönnie. És ezért megalkott, tehát az is már legalább 10 év van, ez egy filiális átmenetnek. Mert kialakul egy új evolúciós egység, de nem valami két evolúciós egységnek, vagy két korábbi evolúciós egységnek ez ilyen összeéléséből, hanem egy evolúciós egységen belül jön létre. Kvázi ilyen teljesen de novo dologként. Ugye itt az adaptív immunrendszernek az a furassága, hogy ott kicsit a több sejtűség, mintha visszafordulna, mert hogy ott bizonyos sejtjeim evolúciós egységként működnek, miközben amúgy a többi sejtem nem működik evolúciós egységként. Genomjuk is más, meg szóval van egy-két ilyen dolog. Az emberi nyelv az meg teljesen úgymond egy élőlény típuson belül jön, és ugye itt némek lesznek az evolúciós egységek, tehát még azt sem mondhatom, hogy egy másik ember, vagy egy fél ember, vagy az agya, vagy valami, hanem itt valami nagyon új jön létre, pláne majd, ha egyszer lesz ilyen mesterséges intelligencia. És ezeket filiális átmenetnek hívjuk, mert hogy ez a gyerek, latin gyerek szóból, hogy ez egy új evolúciós egység jön létre, egy meglevő evolúciós egységen belül, tehát úgy értem, hogy az által, de attól ugye független lesz bizonyos szempontból. MSC-n van nagy átmenetek óra, ott mindegyikről egy külön órát beszélünk. Jó, tehát hogy 245 percet, és akkor az még igazából messze nem elég. Akkor mindegyikről el lehet mondani, hogy mit gondolunk arról, hogy mi a szelekciós előnye, miért alakult ki, kicsit részletesebben, hogy hol alakulnak ki. Adaptív immunrendszerről is lehet tudni, hogy vannak azok, amik kicsit hasonlítanak, mint adaptív immunrendszer lenne, de még nem teljesen olyanok. Tehát, hogy vannak azért egyéb ötletek arra, hogy hogyan lehetne egyéb nem a vele született immunrendszernek megfelelő, nagyon statikus dolog arra, hogy hogyan lehet videkezni az alapvetően változó kórokozók ellen. Néha felmerül ezzel kapcsolatban, vannak nehezebb meg könnyebb átmenetek, amiben én nem hiszek. Azokra szokták mondani, hogy könnyű átmenetek, amik ezek. Jó? Ez a csapat, és ami utána van, meg előtte, azokra mondják, hogy nehezek, mert lám ez csak egyszer történt meg, meg az is csak egyszer történt meg, ezek meg sokszor történtek meg. Ja, meg itt is mindegyikről egy lesz majd az élet keletkezése, de emögött csak egy dolog van, ezekből minden más kihalt, tehát simán lehet, hogy az élet kialakult többször, nem tudjuk. Ma, amelyiknek az utódjai vagyunk, az egy. Vagy valahogy összejött a vége, vagy valami, mert van egy utolsó univerzális közös ős, a hasonló alapszabásokán azt gondoljuk, hogy egy van. Az, hogy mitokondrium egyszer kebeleződött be, az öndök, hogy egyszer megtörtént, nem volt rá többször szükség. Amúgy nagyon sokfajta szimbiózist ismerünk, mert a koevolúciós fejezetben úgy is fogtok olvasni. Tehát önmagában az, hogy hogyan lehet más vagy egyéb dolgokat, anyagcserét segíteni, arra azért még bőven vannak példák. Plastis láthatóan már sok van. Ezekből azért van sokkal több itt, mert elég idő is volt hozzá, és nem haltak ki a különböző megoldások. Abból azokból meg azért van kevés,
ezek nem olyan régóta vannak. Jó, tehát simán lehet, hogyha várnánk még x millió évet, akkor lenne még olyan faj, amelyik tud beszélni. Csak azután, hogy az egyik megtanult, ezt megbeszéltük az elején, nem lesz újabb. Bárhogy tőlünk függetlenül. Úgyhogy én nem hiszek abban, hogy vannak nehéz, meg bonyolult átmenetek, mindegyik valahol nagy átmenet, és nem triviális, hogy hogyan történnek, és egyszerűen amelyikre több idő volt, és még nem haltak ki a régiek, azokból tényleg többet fogunk tapasztalni a frissekből, vagy a nagyon régiekből, meg kevesebbet. Na most ez egy ilyen kép, amiket visszatom kérdezni, azok persze az, hogy milyen típusúak, mindegyikre tudjatok példát, meg hogy alapvetően mi az a, mitől új evolúciós egység, jó? Tehát az a fontos. Tehát, hogy itt azért, mert nem élünk mitokondrium nélkül, se a mitokondrium nem él nélkülünk, se fordítva, itt is az, hogy mint, tehát ugye nem szétválasztható egy plastisz, meg a gazdasejtje, legalábbis sokáig nem. Van egy tengeri nyuszi, az egy tengeri nyúlnak hívják, fluvatestű, csiga vagy mi. És az képes például plastiszokat lopni, lényegében lehámozza róla az algát, és a plastiszt magában fönntartja, és akkor ilyen, hát zöldként működik. Oké, tehát hogy ilyen van. De időben azokban is kihalnak, de elég sokáig fönn tudja tartani. Itt ugye a párra tevődik át, és az egyedek megszűnnek evolúciós egységként működni, több sejtűrű az egysejtek megszűnnek evolúciós egységként működni, és kell legalább egy olyan sejtípus, ami biztos, hogy nem megy át a következő generációba. Itt ugye a steril kaszt okán, és akkor itt ugye valami nem mond le az egyediségéről, mert egy új egyediség jelenik meg. Hát itt ugye megjelennek a mémek, itt meg megjelenik az adaptív immunválasznak ugye az a sejtípus, ami változatos lehet, és specifikus egy adott antigénre és egy adott antitestet fog termelni. Oké, tehát ez itt az elképzelés. Ez a lista, ez néha változik, jó? Valamiért nem nagyon szeretnek hozzáadni, vagy akik hozzáadnak, azok néha hozzáadják a csillagok keletkezését is, aminek nincs köze a biológiához, és ezt akkor hagyjuk. Az idegrendszer kialakulása az fölmerült, és a Szatmári Ősfélre listában is benne van, a Éva Jablonka is felvetett, az idegrendszernek a megléte, csak ott nem tudjuk, mi lenne az új evolúciós egység. Néha felmerül, hogy az emberi nyelvhez kellenek ilyen agyon belül replikáló struktúrák, de akkor viszont köze van a nyelv kialakulásához, és akkor azért ennek a neurális része, és nem önmagában az, hogy van központi idegrendszer. Úgyhogy ezért én nem írtam föl. A könyvben szerepel, ha valaki pont nem sorolja azt föl, akkor az nem lesz ilyen hiba. És még az álti kultúráról gondolom néha azt, hogy esetleg lehet, de néha meg azt gondolom, hogy nem. Itt ez egy olyan dolog, hogy egyszer le kell ülnünk egy pár kollégával sokat gondolkodni róla, hogy most úgy érezzük-e vagy sem. Aztán néha meg majd változtatjuk.